Vásárhelyi televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A tegnapi nap abszolút rekord volt. Több mint 10 000 illegális bevándorló lépett be Magyarország területére, mondta Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányzat munkájáról szóló mai sajtótájékoztatóján. A miniszter elmondta, hogy ebből csak 100-an jöttek a szerb szakaszon, a többiek a horvát határt lépték át. A szerb-magyar határon 202 000, a horváton pedig több mint 30 000 lépték át a határt a menekültválság kezdete óta. Rossz döntés született a keddi EU csúcson a kormány álláspontja szerint, ezért mielőtt bírósághoz fordulnak, a parlament vitathatja meg a kérdést, jelentette ki Lázár János. Nekünk az ellen, hogyha valaki akár a demográfiai problémáit, akár a lelkiismereti problémáit, akár a munkaerőpiaci problémáit azzal akarja megoldani, hogy bevándorlókat fogad be, azzal semmiféle kifogásunk nincsen ezzel kapcsolatban. De hogyan következik Németország befogadási szándékából az, hogy Magyarországon bármelyik magyar városnak bárkit be kellene fogadnia? Tehát mi azt nem tudjuk elismerni, és azt nem tudjuk akceptálni, hogy azok, akik be akarnak fogadni, velünk is be akarnak fogadtatni. Lázár János beszélt arról is, hogy a magyar kormány kifizette azt a 7 év alatt lehívható 8200 milliárd forintot, amelyet az Európai Unió adott Magyarországnak ebben a költségvetési ciklusban. Ezzel szemben Magyarország 2000 milliárd forintot fizetett be az uniós kasszába. Fontos ponthoz ért a mezővári óvoda építése. Három oldalú megállapodást írt alá Hódmezővásárhely és Mezővári, valamint a Kárpátaljai Református Egyház kerület annak érdekében, hogy jövőre elkezdődhessen a kivitelezés, és 2017 év végén már egy új óvoda várhassa a gyerekeket a Kárpátaljai településen. Még a májusi közgyűlésen született döntés arról, hogy Hódmezővásárhely segítséget nyújt Mezővárinak. Akkor 4 millió forintos gyors segélyt kapott a település. Ott jártunkkor már hideg térek készülődtek a régi óvodában. Munkások cserélték az elavult nyílászárókat. Már fel van újítva a nagy terem, úgymond, ahol szoktak a gyermekek szülők előtt fellépni, szerepelni. A mai nap folyamán megérkezett még 32 ablakhajtó. Azt mai nap, holnapi nap folyamán beépítik, és jövő héten úgy szintén egy hét múlva megint fognak hozni egy szállítmányt. Tehát azt mondom, hogy 7 csoportból 5 csoport fel lesz újítva teljesen, tehát külső ajtó, ablak ki lesz cserélve. Mezővári polgármestere azt is elárulta, hogy a régi óvodaépületet a költözés után közösségi házként sokkal jobban ki tudja majd használni. Még a szilvalekvárral betapasztott cserépkályhák helyére is új fűtőtesteket tudnak beszerezni Magyarországról. Az új óvoda az önálló rendelkezési joggal rendelkező, tehát az ukrán államtól független Kárpátaljai Református Egyházkerület fenntartásába kerül majd. Az épület üzemeltetése sokkal gazdaságosabb lesz, és az elképzelések szerint 100 gyermeket fogadhat majd be. A határon túlélő magyarok számára fontosak azok az intézmények, ahol az anyanyelvükön tanulhatnak. Egy óvoda is ezért nagyon fontos egy közösség számára. Ez egy nagy község, itt évente, hál' Istennek, még elég sok gyerek születik. A mostani álláspont szerint 62 gyerek született már az idén. Én kérem azt, hogy támogassák ezt az ötletet, mert szükség van erre az intézményre, hiszen minden nemzet az oktatási nyelvében tudja megélni az életét, a nemzeti öntudatát, és szükség van egy ilyen óvodára itt ebben a faluban. Mezővári szerdán ismét közelebb kerülhetett az álom megvalósításához. Tegnap ugyanis együttműködési előszerződés kötött Hódmezővásárhely és a Kárpátaljai település, valamint a Református Egyházkerület. Egy területet kell átadni a Református Egyháznak. Ez a terület átalakítása, telekalakítása elkezdődött, ennek a költségeire majd most már elkezdjük folyosítani
a támogatási összeget, ezekről állapodtunk meg. Ami azt gondolom, hogy még nagyon fontos, hogy felállt egy olyan operatív testület mind a három fél részéről, amely ezeket a folyamatokat, a mindennapi kapcsolattartást végzi. A kivitelezés elkezdéséig azonban még sok feladat van hátra. Az ügyek intézését és a hatékony együttműködést nagyban elősegíti majd az előszerződés. Ennek az előszerződésnek az a lényege, hogy a tervezési, a kivitelezési és egyéb dolgokat, amiket az építkezés megkezdése előtt el kell intézni, azokat intézzük el és kezdjük meg ennek az intézését. És amikor a tervek készen vannak és engedélyeztetett tervekkel rendelkezünk, akkor térjünk rá a kivitelezési szerződésre, amiben már a tervek alapján meg tudjuk határozni a pontos összeget, hogy mibe fog ennek az óvodának a kivitelezése kerülni. Eddig több mint 500 magánszemély és vállalkozó tett felajánlást az új óvoda építésére. Ők is folyamatosan tájékozódhatnak a beruházásról. Egy internetes oldalon lehet majd nyomon követni a munkákat. Lázár János a térség országgyűlési képviselője tegnap Kiszombor látogatott, ahol a település új kormányzati támogatásból újjávarázsolt közintézményeit tekintette meg. Kiszombor polgármestere Szegvári Ernőné egy héttel ezelőtt adta át a település állami finanszírozással megújított közintézményeit. A község azért számíthatott a kormányzat támogatására, mert nem halmozott fel adóságot. Lázár Jánost tegnap a település polgármestere kalauzolta el a megújult Ady Endre művelődési házba. Majd ezt követően a szintén felújított közösségi könyvtárba és a községháza újjáépített házasságkötő termébe is ellátogattak. A gazdaságfejlesztés, ezáltal a munkahelyteremtés, valamint a szakképzés fontossága adta a témáját a tegnapi lakossági fórumnak, amelyet Kis Andrá és Nagy Ernő önkormányzati képviselők tartottak a csúcsi olvasókörben. A legutóbbi közgyűlésen elhangzott szocialista indítványokat foglalta össze tegnap Nagy Ernő a lakossági fórumon. Az önkormányzati képviselő szerint alapvető fontosságú, hogy a város támogassa a fiatal családok lakhatását, fásítson és fejleszte a gazdaságot. Amit mi legfontosabbnak tartunk, az a munkahelyteremtés, a mezőgazdaság és az ipar, a kis középvállalkozások fejlesztése minden áron. Tehát erre a városnak a gazdaság diplomáciáját, a városvezetés gazdaság diplomáciát is mi javasoljuk, hogy tessék erősíteni. Komolyan gondolni azt az ipari faj fejlesztése elsődleges feladat, mert ahány embernek munkáját tudunk biztosítani, az mind a város ügyét szolgálja. Kis Andrea önkormányzati képviselő ezt azzal egészítette ki, hogy a gazdaságfejlesztés összefügg az oktatással, ezen belül is a szakképzéssel. Az ország gazdaságát nagy mértékben befolyásolja, hogy a szakképzésen keresztül a gazdaságban milyen munkavállalókat bocsátunk ki. Örömteli változás az, hogy 25 éves korig lehet immár nappali tagozaton tanulni. Erre volt egy tendencia, két évvel ezelőtt ezt levitték 21 évre, most ismételten felemelték 25 évre, illetve beindultak esti képzések. Kis Andrea szerint a folyamatos tanulás jó lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok ne csak egy, hanem akár több szakmával rendelkezzenek. Az önkormányzati képviselő hozzátette, óriási a szakemberhiány itthon. A magyar gazdaságnak mégis az a legnagyobb problémája, hogy a fiatalok külföldre mennek. A 10 éves fennállását ünneplő Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány történetének 6. játszótér átadására került ma sor. A Széchenyi téren a kifejezetten kicsiknek készült játszóteret Lázárné Megyeri Zita kuratóriumi elnök adta át. A Tiszta Szívvel Egyesület tagjai évek óta halogatták ennek a játszótérnek az elkészítését, bár azt az újvárosiak mindig szorgalmazták, hiszen a Széchenyi téren már van egy, igaz a nagyobb gyerekeknek. Úgy gondolták azonban, még vannak a városnak olyan pontjai, ahol erre nagyobb szükség van, mert egyáltalán nincs ott játszótér. Most jutottunk el a tavasz folyamán, hogy kellő forrást gyűjtöttünk egyrészt a játékeszközök beszerzéséhez, másrészt sikerült is az itt élő lakosokkal, illetve az óvodával, iskolával karöltve kitalálni, hogy pontosan mire is van szükség. Mi azt szerettük volna, hogyha már ez az ő kívánságuk, hogy akkor tényleg az legyen, amire tényleg szükségük van. 4 millió forintba kerültek maguk a játszóeszközök,
de emellett a kialakításban, tereprendezésben és a földmunkákban nagyon sokat segítettek a környék lakói, az olvasókör, a vállalkozók és a városrész települési képviselője. Készítettünk egy leltárt, ez a 6. a 10 év alatt. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon örülünk neki, és tényleg azt kívánom, hogy mindenki, aki a legcsekélyebb mértékben is hozzájárult ehhez, az érezze magát nagyon büszkének. Mindenki megérdemel egy válveregetést, és a büszkeségen túl azt kívánom még, hogy vigyázzunk rá ugyanilyen közös erővel, hogy sokáig élvezhessék és használhassák az itt lakó gyerekek. Az Egyesület következő feladata az Európa Parkban lévő játszótér felújítása lesz, hiszen az az emberi gondatlanság miatt nagyon rossz állapotba került, fogalmazott Lázárné Megyeri Zita. Csőtörés miatt akadozik a forgalom. Az Oldalkosár utcában, ahol két fűtő csővezeték kicserélésének a munkálatain, illetve az út helyrehozatalán dolgoznak a szakemberek. A helyreállítás a jövő hét közepére várhatóan befejeződik. A meghibásodott fűtőcsővezeték kicserélésének a munkálatai miatt van fennakadás az Oldalkosár utcában. Az arra közlekedők számára behajtani tilos tábla jelzi a forgalmi változást. Az óvoda oldali sáv visszaaszfaltozásra kerül, és akkor fél sávban már meg tud indulni a forgalom. Ezt követően ugye a maradék sávot is elkezdtük megheggeszteni, várhatóan az pedig jövő hét közepére teljes egészébe vissza fog állni a forgalmi rend. Érdemes elkerülni az érintett útszakaszt, de várhatóan jövő hét közepére a megszokott forgalmi rend már visszaáll, és zavartalan lesz a haladás. Közel 60 székutasi vett részt ma azon az Egy lépéssel az egészségünkért elnevezésre hallgató szűrő programon, amely egy uniós pályázat jóvoltából a megye 21 kis településére látogat. A tapasztalatok azt mutatják, a vizsgálatra érkezőknél az ilyen alkalmak során nem egyszer fedeznek fel tünetet még nem mutató lappangó betegségeket. Nehezen elérhető, általában több hónapos várakozási időt követelő egészségügyi vizsgálatok voltak ma kézzelfogható közelségben Székkutason. A település egészségházában mobil labor és speciális vizsgálók létesültek egy szűrőbusszal kiegészülve. A 12 fős egészségügyi stáb 7 járásban Csongrád megye 21 kis településén végzett szűrőprogram keretében érkezett a szomszédos községbe. A program elsősorban a keringési problémákból adódó rendellenességeket és azok társbetegségeinek kiszűrését célozza. Mindez azért, hogy az itt élők utazás nélkül minél kevesebb várakozással komplex egészségügyi átvizsgálásban részesüljenek. Ultrahangvizsgálatot végzünk, szemészet, hallás, illetve hát audiológiai szűrés, akkor vércukort, húgysav mérés, koleszterin mérés, akkor testparaméterek mérése, diétás tanácsadás, illetőleg mozgás tanácsadást is végzünk. Nyilván egy előzetes állapotfelmérés után végezzük el a szűréseket. A tapasztalatok azt mutatják, az orvos csapata lakosság körében sokszor talál további vizsgálatokat igénylő állváltozásokat, amelyet ma a radiológus szakember is megerősített. Nagyon sok rejtett betegség húzódik meg, és nagyon sok betegségre bukkanunk olyan stádiumban, amikor még nem okoz panaszokat. Klasszikus, hogy tömegesen találunk a pajzsmirigy göbös trúmákat, amik itt az egész régióban nagyon gyakorivá váltak. Panaszokkal nem jár, viszont hormonális eltérésekkel igen, és ez tulajdonképpen itt véletlenszerű kiszűréssel diagnosztizálható. Hálások voltak a helyiek, hogy nem kellett messzire utazniuk a széleskörű vizsgálatokért. Itt a házi orvos nem biztos, hogy ezt mindent megcsinálja, csak ami részletes be, hogy van benne. Amit is ugye meg tud csinálni, amire van neki esetleg ilyen felszerelése, vagy tudom én. Mert ezek jók végeredményben is. Hát mi örülünk neki biztosan, hogy hát ilyen létezik egyáltalán. A problémás eseteket a kapott eredmények kiértékelése után szakorvoshoz utalták. Több generáció részvételével rendezték meg a Magyar Kerámia Napját ma a Nagy Sándor utcai Nemzetközi Kerámia Központban. A programsorozatot úgy állították össze, hogy a kezdetektől egészen napjainkig mutassa be a professzionális művészképzést.
Az 50-es években alakult meg a Magyar Iparművészeti Főiskola, amelynek első meghatározó tanára Borsos Miklós volt. A Vásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központban jelenleg a mesternek és 13 tanítványának az alkotásai láthatók. Ez a korábban nyílt kiállítás adta az apropóját az első alkalommal megrendezett Magyar Kerámia Napnak, amelyre még Budapestről is érkeztek érdeklődők. Ez a professzionális kerámiának végül is egy olyan jellegű ünnepe, hogy a profi képzés első pillanatától próbáljuk nyomon követni végül is napjainkig. Németh János 1953-tól egészen 1958-ig járt a Magyar Iparművészeti Főiskolára. A nemzet művésze, Kossuth Díjas keramikus a mai napig szívesen emlékszik vissza Borsos Miklósra, egykori mesterére. Ő egy olyan ember volt, aki azt éreztette velünk, illetve tudta, munkásságán keresztül is láttuk, hogy tulajdonképpen gyökerek nélkül nem lehetünk olyan művészek. A művészet mindig a mesterségből fakad, és a mesterség válik művészetté. Borsos és tanítványai után a 18. Vásárhelyi Kerámia Szimpózium már a következő művészgeneráció tagjait is felvonultatja. Schäfer Anna visszatérő vendége az évente ismétlődő 5 hetes alkotó folyamatnak. Szerinte itt a művészeket a hagyományok veszik körül, ezért lehet méltó helyszíne Hódmezővásárhely a Magyar Kerámia Napnak. Itt a kísérletezés valóban megvalósulhat, mert adottak a technológusok, a vegyészek, a konkrét munkások, akiknek gyakorlati tapasztalata van, és vannak újfajta anyagok, amiket nem kísérletezni kell, hanem vannak, és ez nagyon izgalmas. A szimpózium a félidejéhez ért, a művészek egészen október 10-ig dolgozhatnak. A Magyar Kerámia Napon sok fiatal is feltűnt, akik a jelenlegi művészképzésben vesznek részt, és itt a szakma legjobbjainak segítségével gyarapíthatták tudásukat. Kedves nézőink, a híradó végén munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Az éjszakai órákban sok lesz felettünk a felhő, és egyre több felé alakulhat ki eső, záporeső. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16 és 17 fok között alakul. Pénteken napközben, kezdetben erősen felhős, borult lesz az ég, csapadék előfordulása várható. Délutánra viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüthet. A legmagasabb hőmérséklet általában 23 és 24 Celsius fok között alakul.